Szasztos kacok! Üdvözlet mindenkinek egy újabb végigjátszásnál. A baszott nagy betűkből gondolom meg tudtátok állapítani, hogy ez a Limbo nevű játék. Nos, nem tudom, hogy most miért viszem végig ezt a játékot. Lényegében csak unatkozom, azokkal a játékokkal nincsen kedvem játszani, amiket most is csinálok a csatornán. Lényegében most csak a Red Dead Redemptionről beszélek, és egy kis lazítás rám fér. Szóval gondoltam, hogy miért nem kezdek neki egy ilyen kis nyugis játéknak, amiben lényegében csak dialógusok sincsenek, szóval tudok közben én is lazítani, miközben itt szépen elkommentálok nektek. Plusz már kellett egy kis vérfrissítés is a csatornának, szóval gondoltam, el kéne kezdeni valami új játékot, és lassan folytatom a Red Dead Redemption-t is, de inkább most csak ezzel a játékkal foglalkozunk. Őszintén bevallom, hogy lehet, hogy kicsit butaság volt neki kezdeni a játéknak ilyen későn, hajnal egy van, egy picit talán fáradt is vagyok, de még nincsen kedvem aludni, szóval gondoltam, elkezdek egy játékot. Hát és pont a Limbo volt a szerencsés, ehhez van kedvem. És nem volt igazán menő, szóval kicsit trükköznöm kellett az, hogy rendesen el tudjam kezdeni a felvételt, bár nem nevezném azt olyan a trükknek, és hello fiú, felkelnél a földről? Ó, kirány és ki a kis ijesztő világító szemeidet. Logikai játékokkal nem tudom, hogy állok, valamikor kibaszott retardált vagyok hozzájuk, és valamikor meg totál jó, szóval meglátjuk, hogy fog alakulni. Plusz, aki már régóta a csatornámat követi, körülbelül másfél évvel ezelőtt már elkezdtem egy Limbo végigjátszást, és itt egy titkos dolog, egy tojás, és kaptam is miatt egy achievementet, király. Na szóval, aki már régóta követi a csatornát, az tudhatja, hogy már egyszer neki kezdtem egy végigjátszásnak, és körülbelül három részig jutottam, aztán megfeledkeztem az egész sorozatról, és végül inkább töröltem is azokat a videókat, hogy kérdéseket kerüljek el, hogy hősütő, mikor folytatod, mert ezt a végigjátszásodat. Na de mindegy, most szerintem a játéknak a végére is fogok jutni, természetesen nem hiszem, hogy egy ültő alatt, szóval nem hiszem, hogy még ma este befejezem, ha csak nem akarok megközelítőleg reggel 5-ig játszani. Már nem hiszem, hogy 4 órás lenne ez a játék. De a lényeg az, hogy szerintem jobban járok, hogyha ezt a játékot felosztom, mondjuk 2-3 szakaszra, és úgy játszok majd velem. Meglátjuk, hogy milyen gyorsan haladok. Mert mint ahogy mondtam, a puzzles játékokkal nem mindig vagyok túl jó. Mert ők nem jók velem, én nem tudom megcsinálni. Túl gonoszok, de meg nem hiszem, hogy le kéne esnem, mert akkor minden bizonyosan meghalok. Ebben a játékban nem lehet úszni, szóval kerülni kell a vizet. És mindez a kellene, hogy kicsit hátborzongató a környezet a játéknak, szerintem kifejezetten nyugtató hatáson. És nekem tetszik. Kifejezetten jó játék. Mikor jelent meg az játék? 2010-ben talán? 2009? Én már nem emlékszem. Én sajnos már nem. Akkor néztem róla még annó 1-2 gameplayt. Szóval csak annyira ismerem ezt a játékot. Nem ismerem az összes puzzle-t, szóval nem kell felni attól, hogy lényegében csak végig rásolok az egész játékon, aztán csáva. Lényegében akkor feleslegesen én nekiállnom ennek a végigjátszásnak, ha a saját agyamat nem akarom megtornázni, nem igaz? Meg talán kicsit mondhatni, beszélgetni is tudunk ezzel a végigjátszás alatt, szóval lehet, hogy bele fogok menni vinyálásokban, személyesebben, tapasztalatokban, meg ilyenekben, nem tudom. Ezt most így megkérdeztek, hogy mire akartam ezzel kiukadni, mert pontosan én sem tudom. Mondjuk vinyálok nektek a problémáimról, amik most igazából nincsenek is olyan durvák. Tudjátok, hogy felejtsük ezt az egész vinyálos részt, inkább csak koncentráljuk a játékra, aztán hogyha ezt tudom, hogy itt valami, akkor majd minden bizony elmondom természetesen, hogyha nem tudom túl személyesnek a dolgot. Na, hogy? Majdnem magam alá húztam azt. Oké, picit brutális ez a játék. Azt hittem, hogy tudom ugrani. És először azt hittem, hogy magam alá húztam a kibaszott medvecsap, de... Az egy, ebből is látszik, hogy óvatosabbnak kell lennünk. Lensleg azért is jött meg a kedvem ez a játékhoz, mert... elkértem egyik nap a nővéremnek a telefonját, és láttam, hogy szent szar a Limbo, már telefonra is kijött. Játszottam vele körülbelül 2 percet, és megjött a kedvem az egész játékhoz, úgyhogy... magam is játszok vele, körülbelül pont itt tarthatott, ahol én most tartok. Szóval ő se játszott vele túl sokat, és azután én se játszottam vele, szóval nem kell felni attól, hogy túl sokat tudnék. Bár a játéknak ezzel nézhet még ismerem, mert még... ezt inkább arrébb húzom, nem akarjuk kinyírni magunkat rajta.
Jump for it, okay, great. Közben elfejtettem, amit akartam mondani. Át kell arra dolgulnunk, és sikerült is! Halleluja! Igazi profi vagyok eddig ebben a játékban. Ez a hely meg csak simán hátborzongatom. Mert esetleg megoszlanak a vélemények arra, hogy ennek a játéknak mi a sztoria és mi a lényege. Még inkább el kéne kezdenem vissza felrohanni. Ez ugyebár a Limbo, amiről el van nevezve a játék, az most nem az a tánc, vagy játék, vagy nem is tudom minek nevezhető, szóval nem arról van elnevezve. A Limbo az lényegében a purgatórium is, azt hiszem, ahova a lelkek kerülnek, miatt még eldöntenék, hogy a mennyországba vagy a pokolba kerülnek. Vagy valami ilyesmi. Szóval esélyes, hogy a kisfiú, akivel vagyunk, egy pöppet halott, egy picit meghalt, és ezért most itt vagyunk a purgatóriumban, ami most speciál egy fura erdő. Tele pelőkön. Ki tudja, haver, nem én írtam a játékot. És azt hiszem maguk az írók sem nagyon mondták el, hogy mi a sztoria a játéknak. Gondolom, azt akarták, hogy döntsük el magunknak a dolgokat. Meg most ilyen Tarzan formájában át kell lendülnöm. Itt is van valahol egy tojás egyébként, amit gondolom szintén achievement-tel jutalmaznak, de nem hiszem, hogy túlságosan bele fogok menni, mert én őszintén vagy annyira nem izgatnak engem ezek az MLG dolgok, de már azt hiszem látom is, hogy hogyan kéne ezt megcsinálni, szóval lehet, hogy mégiscsak megpróbálkozok vele. Ugyan döntsük el azt a fát, és aztán kapjuk azt az indátat, ha el tudom kapni. De gondolom csak egy jól beidőzített ugrásra van szükségünk. Mint mondjuk ez itt, és ott is van a tojás, ott világít. Nem tudom, hogy egyből achievement-tel fog-e jutalmazni minket. Könnyen meg lehet? Egyből egy achievement. Oké. Mindenki szereti az achievement-eket, de nem tudom, hogy vagytok velem. Ugyebár olyan nagy meghaj. Ugyebár Steam-en is vannak achievement-ek. A PS4-en és PS3-on ott vannak a trófeek. Xbox One-on is vannak achievement-ek. De igazából az Xbox 360-as achievement-ek a legjobbak, szóval az ember azt élvezi a legjobban, mikor szerzni. Legalábbis én így vagyok vele. Nem mint a lenne PS3-on, sőt PS4-en, vagy Xbox One-on, de egyszerűen így van. Az Xbox 360-as achievement-eknél nincs olyan jobb. Az a legjobb érzés. Így a játékok világában, mikor szerzel egy achievement-et Xbox 360-on. Egyszerűen felemelő érzés. És itt fog jönni az igazi spooky része a játéknak. Ezt meg jól lesz spoilerket. Ó, csúnya a póklábak, szent szar, haver. Csak óvatosan azokkal a csúnya a póklábakkal. Na tessék lecsapni, nem. Ezt a részét még szintén ismerem a játéknak, de ezután már nem nagyon. Szóval ez az utolsó puzzle, amit lényegében meg tudok csinálni. És ahogy hallom, le is esett az a medve csapdom. Szóval szépen toljuk oda a pók urasághoz, vagy pók hölgyhöz, fogalma sincs, hogy milyen nemű lehet. És érjük el, hogy lépjen bele. Hiszen a pókok azok guzák. Bemérje a cepanat, és hoppá, hoppá, elmozdultok ki, elmette a halál. Oda, ugyanoda fogok lecsapni, ahova az előbb bemértem, hiszen minden igen meg ott áll, mindenki, hogy látom, hogy megmozdult. Because fuck logic, hey, halál, ez megérted. Tessék szépen belelépni. Nagyon ügyes pók vagy. Kis csonka lábakkal. Így meg futamodni azért, mert levágják három lábodat. Legalábbis azoknak is az elején. Igazi butaság, ha olyan, akkor harcolni kell tovább. Főleg, hogy egy kibaszott kisfiú csinálja ezt veled. Ez csak egy gyerek. Mit tud csinálni azon kívül, hogy levágja a lábaidat? Éppen az más, nem? Viszont azt hiszem beragadtam, szóval eljött a bosszúnak az ideje, kedves pók. Legyen csak uraság, az sokkal jobban a számra esik, hogy uraság, mint hogy hölgy. Legis itt most a pók esetében. Légy szíves, legyen velem kedves, ez az első alkalom, amikor bepókhálódnak. Legyen velem finom és kedves. És tegyél el engem későbbre. Hadd érlelődjek egy picit, akkor biztos finomabb lesz a húsom. Nagyon kedves tület, pók.
Pedig, hogyha levágták volna nekem három lábamat, akkor tudja, hogy valami rúdhalállal jutalmaztam volna az illetőt, aki megfosztott engem a lábaimtól. De nem, ez a pók kedves, és ő lényegében csak behálózott minket. Igazán kedves tőle. És hirtelen már nem ragad hozzánk a föld, kiai. Csodálatos. Szóval szépen csak ugrani a pisába. Egészen kerültem a káromkodásokat eddig, nem kéne. Most tudjátok, nem is vagyok annyira káromkodós hangulatomban, szóval... Nem fogok direkt odafigyelni rá, de... Szerintem most kevesebbet fogok káromkodni, mint általában szoktam. Hát olyan sokat nem szoktam. Vagy igen? Én nem tudom. A mikrofont kicsit közel húzom magamhoz, mert most hátradőltem teljesen a székemben. Szent szar. Ezek az évszered ugrása volt. És egyből elkezdek szentrozni, pedig az előbb mondtam, hogy lehet kicsit vissza kéne fogni a kábelét. Ugolj vissza a Limbo ember. Mivel nincs neve a karakternek, én minden bizony csak Limbo embernek fogom hívni. De igazából lényegtelen, hogy minek hívjuk. Lehet, hogy csak kisfiú, Limbo ember, két érdekel igazából. Ó, bassza meg. Valamiért nem számítottam. Én még össze is nyomsz engem? Te csúnya kő. Szóval ezek szerint egyensúlyoznom kell a golyom. Ám legyen. Tehát körülbelül 3 másodpercenként annyit kell csinálnom, hogy a joystickomat kicsit hátra biccentem. Ez eddig nem olyan nagy kunst. Viszont a pók azt hiszem, ja, rájött, hogy hé, a Jack majd meglépett. Miért nem megyünk inkább utána és kapjuk el? Lehet, hogy pók ezért kéne meggyilkolni engem ebből. Egyből, nem ebből. Amint elkapsz, nem feltenni engem későbben. Hiszen még a végén meglépek, hogy valami halálos mérget belém kellene eresztenem. Így nem gondol. Szent kibaszott szar ez, kiesztette belőle még a szart is. Wow, ezt halál komolyan mondom, hogy nem áll játék. Tök unalmas voltam, eddig végigurult ez a kő, most megcsináltam előről az egész. Ez az ára, hogyha meghalsz a Limbóban, haver. Ha ez valóban a purgatórium, akkor nem ironikus, hogy meghalunk még egyszer. Bár gondolom, akár vehetjük úgy is, hogy mikor meghalok a purgatóriumban, akkor eldöntődik, hogy a pokolba kerülök, szóval senki sem akar, ez a szegény kisfiú a pokolba kerüljön. Szóval harcoljunk. Ki akarna, ez a szegény kisfiú a pokolba kerüljön, ha csak nem egy hidegvérű maskagyilkos, aki bébi maskákat dobál a folyóba, zsákostul, meg minden estül, az nagyon-nagyon szomorú lenne, és megérdemelni akkor, hogy a pokolba kerüljön. Ennyit erről, tessék felkelni, macskagyilkos. És szedd le azt a csúnya pókhálat a fejedről. Akkor ne szedd le, csak ott lovogjon. Kit érdekel, hogy a hajadban van. Oké, itt szépen elnyert a haltest, aztán leestünk, és még fel is akasztódott. Ez nagyon-nagyon aranyos volt. Na, hó, szemkibaszottam. Nem tudtam egy gyorsan reagálni. Utolsó pillanatban észrevettem ám, hogy hoppá, ott egy medvecsapdom. Lehet, hogy cselekedni kéne valamit. Mondjuk így. Most szerintem már ártalmatlan az a csapda, de... Azért mind nem szívesen lép, de le lehet lépni kire. Akkor még egy picit himbálózunk. És most jump for it! Király. A pók most már biztos nem fog minket utolérni. Miért is követne minket, nem igaz? Extreme hardcore parkourozni kell itt a kivágott fák, ezek fák szerintem. Itt a kivágott fágon. Nem legyen ott a háttérben egy felszúrt emberke. Csak egy picit szomorú. Te meglétsz, hogy ne nyomj össze. Pont erre kértelek meg. Igazából nem is nyomott össze, szóval... Köszönöm szépen, fadarab. Nagyon kedves tőle, nem nyomtál össze, de még így is megöltél engem. Azt hogyan kéne megcsinálni? Odaugrok gyorsan, aztán el. Így. Igazi profi vagyok, másodjára minden összejön. Ha megijedtem, egy picit korán ugrottam, de szerencsére minden jól alakult. Ez nem egy MLG volt tőlem. Húgom is ez a hangeffektek, mint hogyha valami Transformers filmbe jöttek volna. Mi a véleményetek az új Transformers trailerről?
Sokan azt mondják, hogy ez lesz az eddigi legjobb Transformers film, mert ugyebár egyre hűbb és hűbb lesz a